Sokszor kérdezik tőlem, hol tanulok. And sometimes I just shake my head and say, over there. Gyertek, nézzetek velünk körbe a Corvinuson. Egy átlagos nap mindenkinek ugyanúgy kezdődik. Utazással. Néhány a menő fuvart választanak. Mi meg? And us, we are so lucky to go through this bridge, seeing this beautiful view. Mennyi most az idő? 9:21, na akkor még ráérünk. Nézd, milyen szépek a nyugati homlokzat szobrai. Mennyi is van belőlük? 1, 2, 3... 10! I can't believe you cannot memorize it. They are 10, representing each and every particular industry. Jól van, okos Szajási. Meg azt tudom, hogy az épület 1874-ben készült az akkori sztárépítész Ybl Miklós tervei alapján. Persze a történelem átrobogott ezen az épületen is. Budapest ostroma alatt szinte teljesen lerombolták, kizárólag a külső falak maradtak meg. Úgy volt, hogy teljesen lebontják, de aztán 3 év alatt teljesen újra tudták építeni. 1950. novemberében kezdődött a beköltözés a fővám épületébe. A hallgatók számára csak egy évvel később, 1951. szeptemberében nyílt ki az egyetemi könyvtár. A mai látvány pedig a rendszerváltás óta fogadja az erre látogatókat. Do you know who visited 30 years ago? Nem, kicsoda. Prince Charles and Princess Diana. They spent 4 days in Hungary, mainly in Budapest, and Charles even held a speech right here. The only difference was at the time the institution was called Karl Marx University of Economic Sciences. Akkor, ha jól számolom, egy év alatt 2 nagyon fontos beszéd is elhangzott itt. Who else gave a speech here? A hercegi pár előtt alig egy évvel az amerikai elnök George Bush is járt itt. A köztudatban inkább a Kossuth-téri beszéde maradt meg, de én azt olvastam, hogy itt is sok fontos dolgot elmondott. When you exit the main hall, you enter the liveliest part of the university, the main corridor, or the so-called Shibongo. Yes, same. But basically, here is the place where we spend the time between our lectures. Az északi és a déli oldalon is található egy-egy büfé, középen pedig egy nyomda, ami nem csak a last minute beadandó nyomtatáshoz jó, hanem beszerezheti itt a fontosabb tankönyveket és a képletgyűjteményeket is. Építészeti szempontból ez a fő lépcső, de a Corvinusos köztudatban inkább az, amit a Zsibongóban láthattunk. Ez eredetileg egy elegánsabb, díszesebb része volt az egyetemnek, de aztán a háború és az azt követő átépítések ezt is átformálták. Well, that's pretty sad, but it's still very pretty. Hú, itt fontos dolgok történhetnek. Ügyéna, én kopogok, te beszélsz, jó? Hello, good morning. Are you the one that can help us around here? We are doing a campus tour video. Good morning, sure. Az elnök úrral szeretném beszélni. Lenne esetleg lehetőségünk rá most? Persze, gyertek utána, megmutatom, merre kell menni. Good morning, Mr. Radev. We are so glad to have you here. You have a beautiful office and quite a view too. But could you please tell us more about your work and also the programs in Corvinus? I tried to make you guys never forget this university. So it's the most exciting and the most useful thing you ever done in your life at this stage. So how would you know how useful it is? It's when you graduate from here, any company or any investor will die to get you on their team or give you money as an entrepreneur, as a startup capital. So once you get all these great job offers, you'll see basically what is your value that you have gained here at the university. At the same time, you should have a lot of fun. It should be exciting, inspiring, and keep you happy for the rest of your life. És ez itt a Sóhajok hídja. Why? A legenda úgy tartja, hogy egy hallgató a vizsga után itt tud először fellélegezni, vagy éppen sóhajtani egyet. Mekkora szerencse, hogy van lehetőség valahol fújni egyet a sok program mellett. Ha a kedd este egy kicsit hosszabbra sikeredett volna a kelleténél, akkor 2 óra között itt lesz lehetőséget kipihenni. Ha a szaktársaiddal éppen projektfeladaton dolgozol, tökéletes a helyszín arra, hogy megbeszéljétek a részleteket. It's so nice to chill in here. Shoot, Barni, we have to go. Okay, so when we talk about Greek philosophy and the idea of cosmopolitanism, we really need to understand that it means that we should create individuals that are responsible within their environment and that they care for one another.
Yes, tell me. So sorry, Mr. Rivera, but can we skip this lesson now? What do you mean? Why? Well, we have this thing. Okay, well, maybe just this one time. Thank you so much. Let us proceed with the lecture about Greek philosophy and cosmopolitanism. A showház épületébe belépve olyan érzésed támadna, mintha egy pesti gangos társasházba érkeztél volna, akkor az nem véletlen. Korábban az aula helyén volt a belső udvar, körbe pedig szolgálati lakások voltak, de helyet kapott itt egy posta, illetve még egy kocsma is. Az egyetem teljesen ingyen megkapta az épületet azzal a feltétellel, hogy az űrös lakókat kiköltözteti. Ez így is lett, és azóta a showház épülete ad helyet az informatikai laboroknak, illetve a szerverszobáknak. Ajna, szóval ez lenne az. A kék halál, a lefogyás, a megállás, ilyenkor jönnek a bitangyalok. Hello? Are you okay? How can I help you? Email, Kuzman, Neptune. Szóval, ha bármilyen IT-vel kapcsolatos problémátok akad, akkor azt itt, a showház épületében tudjátok orvosolni. Legyen szó Neptunról, a Kuzmanról, vagy akár hogyha az e-mail címetekkel akad valami probléma, a bitangyalok mindenben a segítségetekre lesznek. Olyan ügyesek, hogy még a kék halából is visszahoznak. I'm here to help you. Let's jump a bit forward into the future. This is Building C, the newest building of our campus, and we use it ever since 2007. The plans were made into the spirit of creating an inspiring, comfortable, student-friendly place. People who study social sciences spend most of their time here, but as the language trainings and the library are also in this very building, a lot of other students attend it. And as we're here, shall we check out the library? Az egyetem könyvtári állománya nagyjából 400 ezer könyvet, köztük jegyzeteket, disszertációkat és kéziratokat tartalmaz. Nem csoda, hogy mindezt három szinten, közel 12 kosárlabdapályányi területen tárolják. Ina, tiéd a labda. The library has also some study group rooms which you can easily reserve online so you can study with your friends. Barni, this is our biggest auditorium in the university. Actually, it's so huge that you can enter from two different floors. And by the way, a lot of freshman students will spend quite a lot of time in here, as the auditorium can fit up to 500 people. This place is supposed to be filled with great students. Okay, but where are the students? Jó napot kívánok, tanárnő! Mit tetszik itt csinálni? Kedves Barnabás, mit csinálnék? Üzleti intelligencia órát tartok online. Szerencsére minden akadályra fel vagyunk készülve, így nem okozhat gondot online órát tartani. Nem akarnak köszönni a többieknek? That's great! Now no one will miss any important lessons. Hi! Sziasztok! Ina, azt tudtad, hogy a külföldi hallgatóknak van lehetőségük magyarul tanulni az egyetemen? Oh, really? Igen, gyere, megmutatom. Sziasztok! Sziasztok! Hey Ina, you also here for the Hungarian course? Yeah, I would love to check it out. Magyarul? Várjatok, ez itt most nem az orosz? No da, как тебе зовут? Pensavo che questa sarebbe stata una lezione di francese. Oké, azt hiszem ezt elnéztem, mégsem a magyar óra. Inkább menjünk, gyere Ina. Bye! Sziasztok! Paka! Wow, Barni, look at this gorgeous panorama. Tényleg gyönyörű. A high vantage point is always an advantage. We are lucky to have it so close to the campus.